Köszöntöm nézőinket! A halál és a gyász minden ember életére kihatással van. Az elmúlás gondolata ezekben a napokban mindenkiben felerősödik. November 2-a a halottak napja. Ebből az apropóból beszélgetek Balázs Kovács Sándor néprajzkutatóval. Jó estét kívánok! A halotti szokásokra vonatkozó történelmi mozzanatok meddig nyúlnak vissza az időben? A halott kultusz és a halottak tisztelete tulajdonképpen az emberiséggel egyidős, mondhatjuk, hisz ugye a legkorábbi időszaktól, amikor emberré váltunk már, ugye eltemettük általában a halottainkat, és a kezdetben, amíg a tisztelet a továbbvándorlás miatt annyira nem is kötődött a helyhez, tehát a temetőhöz, mivel ugye az embercsoportok vándoroltak, de később, amikor ugye őseink megtelepedtek már, és kis falvakat alakítottak ki maguknak, akkor az állandó temetőjükbe megvolt a halott kultusz. Ha belegondolunk abba, hogy a régész kollégáim nagyon sok régi temetőt föltártak, kezdve akár a kőkorszaki embertől, akár 6000 évig visszamehetünk, különböző halott kultuszra utaló nyomokat megtalálták. Hát gondoljunk itt a lengyeli kultúra telepére például, ez egy olyan őskori kultúra volt, amit megyénk helységéről, lengyelről neveztek el, és Wosinski Mór múzeumunk névadója találta meg ezt a kultúrát. Tulajdonképpen már igen-igen gyönyörű, zsugorított csontvázakat talált a kollégám, mellette gyönyörűen kiképzett és színezett, vörös festékkel színezett, különböző halotti áldozati edényeket talált mellettük. Tehát arra utalt, hogy haláluk után nem csak eltemették, hanem a halott kultusz a későbbiekben is megmaradt ezekbe a temetőkbe. És ha a történelmet nézzük, az utóbbi akár 5-6 ezer év történetét, akkor azt látjuk, hogy minden korba a halottak tisztelete megvolt az őseinknél. Hát a kereszténység felvétele után még jobban felerősödött ez, hisz nálunk ugye a temetők tisztelete, a halott kultusz az egyház is erősítette az emberbe, és természetesen mind a mai napig ezt megtaláljuk. Végig kell menni akár a kisfalak, akár a városok temetőin, ahol a mai időszakban elég monumentális síremlékeket emelnek az elhunytaknak a hozzátartozóik, és gyakorlatilag a külsőségekben is megjelenik ez a tisztelet, de majd a későbbiekben ugye beszélünk a november első két napjáról, Mindenszentekről és halottak napjáról, ezekben egyértelműen meglátszik ez a halott kultusz és a halott tisztelete. De ha nem csak a keresztény embereket vizsgáljuk, hanem megnézzük egyéb kultúrákat, ott is a mai napig a halott kultusz él. Én csak japán példát hoznék, 8 évvel ezelőtt volt szerencsém kint járni Japánba, 3 hetet töltöttem néprajzi szemmel, nézegettem, temetőbe is jártam természetesen. Japánban annyira, olyannyira tisztelik az elhunytakat, hogy bekerülnek az istenek közé, a kamik közé, és éppen ezért több ezer vagy több millió istene van a Sintó hitnek Japánba. Vajon miért alakult ki, és miért fejlődött egyre inkább ez a halott kultusz? Ugye az emberiség megszületésével egyidős mindez, de azért fejlődött az évek, évtizedek, évszázadok, évezredek alatt. Természetesen fejlődött, úgy, mint minden is fejlődött, maga az ember is fejlődött, és ez a kultusz is fejlődött vele. Hát én azt sejtem, ezt külön még így nem kutattam, de azt sejtem, hogy mögötte az embernek az elődök iránti tisztelete az, ami fölerősödött, és ezt lehet látni ebbe a halotti kultusz kiteljesedésében. Beszéljünk egy kicsit a szokásokról. Nagyon érdekes dolgok vannak a múltban, amik valljuk be őszintén ma már nem igen jellemzőek, vagy csak bizonyos mértékig maradtak fent. Beszélhetünk a halott itorról, a temetkezési szokásokról. Ezekből jó néhányat. Jó, hát akkor maradjunk először a temetkezési szokásoknál, és folyamatában nézzük meg, hogy a magyar paraszti közösségben, hagyományos paraszti közösségben hogyan is zajlott ez a sajnos az ember életében az utolsó esemény, de az itt maradóknak egy fontos esemény volt ez, hogy megadják a tiszteletet az elhunyt hozzátartozójuknak. Ugye hát ez itt elhangzott már, hogy szinte egyidős az emberisége, hogy a halott kultusz, és ez egyre jobban erősödött is. Hát a hagyományos közösségben is ennek megvoltak a gyökerei, és az erős gyökerei voltak érthető módon, mert igazán még nem láttak mögé. A halál ebben az időben az élet természetes velejárója volt. És a
hozzátartozók a család körébe haltak meg. Tehát nem úgy, mint a 20. században ma, amikor szinte személytelenné válik a halál, mert ugye zömében, kórházba történik, nem a családtagok körébe, a családtagokat is telefonon vagy távirat útján értesítik arról, hogy elhunyt hozzátartozóik. Amíg a hagyományos, tradicionális közösségekben az egész család oda gyűl bizony, hogyha haldoklott a nagyapa vagy a nagymama, körülállták, és a család körében, mint egy megnyugodva, ugye látva a leszármazottakat, aludt el, vagy hunyt el az a beteg ember általában, vagy öreg ember, és ez ilyen természetes volt. A 2 éves gyerektől a 70 éves nagypapáig ez olyan természetes volt, hogy az ősök itt közöttünk mennek el, hogy így fogalmazok, elég furcsa fogalmazás, de ezt talán így lehetne legjobban megfogni, és természetessé vált ez a dolog. Na most ezek a temetkezési szokások ezekben az időkben, tehát a hagyományos közösségekben igen erősek voltak, és a tradíció, a kisközösségnek a néphagyomány, hogy így fogalmazzam, ezeket szigorúan megszabta. És ha valaki nem a rangjának, korának megfelelően a közösség által kialakított követelményrendszer szerint temette el a halottját, az bizony igencsak megszólták, és a pletyka, ami tulajdonképpen a kisközösségnek a legszigorúbb bírálója, kikezdte. És ugye évtizedekig példaként emlegették, hogy lám-lám, mert nem szerették biztos, mert nem adták meg nekik azt a tiszteletet, ami járt volna. A halálában sem. Ezzel hozták összefüggésbe a tiszteletadással? Egyrészt a tiszteletadással, és minden családnak ugye megvolt a maga presztízse a közösségen belül, és azonnal szinten kellett eltemetni. Ha nem azon temette, tehát egyszerűbb koporsót csináltatott neki, vagy kisebb temetést, az egyházi rend szerint is különböző temetési formák voltak. A református egyházét mondanám el, kb. 8 vagy 10 féle forma volt, amely a tiszteletet meg lehetett adni, és ez a presztízs alapján alakult ki. Hát ugye a legnagyobb az, amit általában a lelkészeket, földesurakat temették, a legalább 2-3 lelkész ott volt a temetésen. Aztán volt szinte a legalacsonyabb, a fiatalonál a kisgyerekeket, szegény gyerekeket temették, amikor a református lelkész oda sem ment a temetőbe, hanem a tanító temette el. És a szülők a ónuk alatt vitték ki a kiskoposot. És ezek között minden formát meg lehetett találni. Most ennek a követelményrendszernek kellett megfelelni az utódoknak. Ha ezt nem adták meg, alacsonyabb rendűt kapott az a gazda ember például, akkor már rögtön ugye megszólták. Tehát a temetkezési szokások mindig szigorú rendszert alkottak abba a kis közösségbe. Na most milyen szokások voltak ezek? Nagyon sokféle kapcsolik, ugye. Amint elhunyt a család körébe mondjuk a gazda ember, a nagypapa, akkor ugye azonnal hirtattak a falunapba, elmentek a sekrestéshez, vagy református helyeken a harangozóhoz, bejelentették a halálesetet, rögtön megcserdítették, ahogy mondták, a harangot. Ez a lélekharang volt, ami hírt adott, hogy halott van a faluba. És hát akkor persze mindjárt megindult, hogy ki az. Kisebb helyeken ismerték, mert mindenkiről tudták, hogy ki beteg, ki nem beteg. Legfeljebb a váratlan halál volt, vagy baleseti halál az, ami ugye jobban meglepte a falu közösségben élőket. No, tehát gyakorlatilag rögtön elterjedt a híre. Amikor ez megtörtént, ugye akkor kellett intézkedni, hát koporsót megrendelni. Ebben az időszakban, a tradicionális közösségben még nem a temetőből temettek, tehát nem a hullaházból, hanem ugye otthonról a házba. Ott fölravatalozták a halottat, általában a tiszta szobába történt mindez, hisz a tiszta szobának csak ilyen reprezentatív funkciója volt, ugye, hogy itt született meg a fiatal gyerek, az anyát is a szüléskor fektették be, és halál esetén ravatalozásra használták ezt a szobát. Például a felravatalozásnál, ha jól tudom, akkor a gyerekek is ott lehettek nagyon sok helyen. Ez megint egy kicsit a napjainkkal ellentmondásos, másképp gondoltak abban az időben a halálra az emberek, mint a mai napon. Természetesen az egész család, sőt nem is a család, a szomszédok, a jó barátok, mindenki ott volt. És mindenki, amiben tudott, abba segített. Tehát ez megint csak gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az ember utolsó perce is közösségi eseményé váltak. Tehát ezzel is megadva, az egész falu megadta ezzel a tiszteletet, hogy aki lehetett, mindenki segített. De akkor a következő fokozat, hogy a ravatalozásnál fölöltöztették a halottat, fölravatalozták, katolikus helyen természetesen ugye meggyújtották a szentelt gyertyát, ami végkísérte az embert életét és halálába is megjelent. Aztán különböző, ezekre azért nem beszélek részletesen, mert ez szinte apró tájegység szerint változott, hogy milyen apró funkciókat tettek. Hát például
olyanok voltak, hogy rögtön letakarták ugye fehér, a fekete abrosszal a tükröt. Ez általános szokás volt. Ennek Aztán, mi volt a jelentősége? hát tulajdonképpen azzal, hogy itt senki ne lássa magát, ugye ne kétszereződjen még, mert most halott van a házba. Vagy kiengedték az állatokat rögtön, ugye, hogyha a gazda halt meg. Hogy az állatoknak is hírt adjanak arra, hogy itt valami történt a családba. No, és aztán megkezdődnek az egyéb formaságok, ugye a templomba mennek, megbeszélik a temetést a lelkésszel, vagy a plebánussal. Ez általában csak a halálozás után 48 órába következhetett be, mert ugye ezt Mária Terézi határozta így meg nálunk, előtte a tetsz halottak föltámadására volt példa, és ezért hozták ezt halálozást. De tulajdonképpen a középkori időszakban volt olyan, még egy hónap múlva se temették el a halottat, ugye, mert abban az időben a magyar nemességnél és a palotságnál is olyan szokás volt, hogy amíg valamelyik leszármazottja igazán nem búcsúzott el tőle, addig nem lehetett eltemetni, mert nem fog nyugodtan pihenni a sírba. És ez azt jelentette, hogy ugye a Kárpát-medencébe mondjuk a Fölvidék előtt ott a család egyik tagja, amire leért, az több hét eltelt, ugye. Ja, hát akkor még nem jártak autók is. Akkor így igaz, és hát tulajdonképpen ezt be kellett tiltani hivatalosan, mert ugye hát ez életveszélyes, járványveszélyes persze volt, ugye, mert akkor még jégszekrény sem, meg semmi nem volt. Ugye, hát ebbe a korba gondoljunk vissza. No, visszatérve a különböző szokás elemekhez, ugye következő lépcső, amikor a felavatozás megvolt, ugye este gyülekezik a rokonság, távolabbi rokonság, szűk rokonság, falubeli jóbarátok jönnek ugye vírasztani. Tehát vírasztóban, hogy egész éjszaka ott ülnek a halott mellett, beszélgetnek, megemlékeznek ugye a halottnak a jó tulajdonságáról. Időnként még a rossz tulajdonságát is felemelegetik, holott ugye tudjuk, hogy holtról jót vagy semmit, de hát ezt nem mindig tartották be, ugye. És ott elbeszélgettek, egy kis kalácsot vagy pálinkát ittak, és megemlegették altat. Ez 6-2 nap volt, ugye mind a két este megtörtént, és hát elkövetkezik ugye a temetés napja, amikor a az udvaron ravatalozták föl ilyenkor az elhunytat, és az udvarba zajlott le a szertartás, ahonnan ugye elbúcsúztatja a hozzátartozóktól a lelkész vagy a plébános elhunytat, és utána kísérte ki a szinte az egész falu, ezt lehet mondani, a temetőbe, és ott a sírnál még a szertartás folytatódós, és temették el. Természetesen, aki tehette, ugye kis virágszállal, vagy zöldet vitt a sírra, ezzel is ugye megtisztelve az elhunytat. A gyászra mi volt a jellemző? És itt beszélhetünk a gyászruháról is, ugye manapság a fekete az, ami dominál, de abban az időben, ha jól tudom, akkor a vörös szín és a fehér is megjelent. Most a fekete gyászszín, ez tulajdonképpen azt mondanánk, egyes területeken mindössze 20. században terjedt el. Én Szűke Pátrián példáját hozom a sár közét, ahol még a 20. század elején is a fehér volt a gyászruha, de ormánságot is idehozhatjuk, és a 20. század második felére lett igazán a fekete a gyászszíne. Egyébként valóban volt az ország olyan területe, a vörös szint is gyászszínnek tartották, és ugye ebbe öltöztek föl. Viszont ha belegondolunk abba, ugye hát általában a felöltöztetésnél a halottat ugye a ünneplő ruhájába szokták eltemetni, de ha fiatal lány vagy fiatal fiú halt meg, aki menyasszony és vőlegény volt, őket a menyasszony és a vőlegény ruhájukba temettek, és a koporsójuk színe is más volt, tehát világos színű volt a koporsó, nem sötét, mint az idősebb embereké. A gyász időtartama meddig tartott? Ez is más volt, ha jól tudom, ha csecsemő halálozott el, fiatalabb korú vagy idősebb ember. Nagyon jó a kérdés, mert valóban ez is változott, és területenként is változott. Na most hát általában közeli hozzátartozót azt legalább egy évig illett és kellett gyászolni. Ugye itt a szűk családot kell itt említenem. Aztán ez a gyász bizony változhatott a család állapotától függően. Én az anyakönyvekben dolgoztam, Sárköz anyakönyveit feldolgoztam, ebből kiderül bizony olyan, hogy volt olyan férj, aki a felesége halál után 6 hét múlva már újra nősült, mivel volt neki 5 apró gyermeke. És körülményei nem engedték meg, hogy a gyerekek gondozatlanul maradjanak, tehát asszonyt kellett hozni a házhoz. Tehát ilyen körülmények, ugye a kivétel mindig erősíti a szabályt, de ezt is meg kell említenünk. És valóban hát távolabbi hozzátartozót 6 hónapig vagy 6 hétig is gyászoltak, még a legközelebb a minimum az 1 év volt. De volt, aki, ha például ismerek most is olyan asszonyt a Sárközbe, aki bizony fiatalon, 41 évesen meghalt a férje, és többet már nem vett föl világosra, csak sötét. Barna vagy feketébe jár azóta is.
Ezek a szokások, ezek azért nagyjából megmaradtak a mai napig is, tehát az egyéves gyász közeli hozzátartozó esetén. Lehet, hogy a nagyobb városokban vagy nagyobb területeken nem, de azért a kisebb falvakban ezért mindig él. A falvakban mai napig, ez természetesen, mivel még akár kicsit ugye ezek a hagyományok működnek falvakban, és ott bizony megszólnák azt, aki nem tartana, és nagyon figyelik is egymást, hogy ezt mennyiben színleg tartja csak, vagy szívből jövő ez az egész dolog, mert a belső körülményeket ott helyben ismerik azért. Akkor térjünk rá egy kicsit november 2-ára. Hogyan jött, miért pont ezt a napot választották ki? Gondolom ez a Minden Szentekkel összefüggésben lehet, és mióta ünnepeljük ezt a napot? Tulajdonképpen természetesen összefüggésben van, mert november 1 és november 2-a szorosan összefügg egymással, hisz mind a két napon tulajdonképpen az elhunytakat emlékezünk, és az elhunytakat tiszteljük meg. Ha mind kezdeném a Minden Szentekkel, hogy ez egy nap előbb van. Tehát november 1-én a Minden Szentek ünnepe tulajdonképpen Krisztus születése utáni első századba kezd már kialakulni, és azt is el kell mondani, kiketnek az ünnepét tartják ekkor. Hát azoknak a szentekre emlékeznek, és ünnepüket tartják, akik név szerint nem szerepelnek a naptárba. Tehát akinek nincs külön napja. Azokat egyszerre ünneplik ezen a napon. Tulajdonképpen egyébként a bencés szerzetes rend az, amelyik ezt a kultuszt így jobban elültette, és a keresztény világba széthordta, tehát az ő érdemük, ez nálunk Magyarországon is igazán ők honosították meg. Na most az, hogy ugye ezen a napon mindenki temetőbe megy, a sírokat rendbe teszik, fölvirágozzák, gondolnak ugye az elhunytakra. Ez egy későbbi fejlődésnek az eredménye. Pontosan ezt nem is tudjuk, hogy melyik században alakulhatott ki. Ezen folyamatosan jött a tisztelet alapján. Na most a két nap között, ugye első és második a közötti éjszakát a halottak éjszakájának tartják, és azt mondják a néphit, hogy a halottak miséznek ilyenkor a templomba. Na most egyes területeken, azért nem beszélek külön a két napról, mert ugye összefügg teljesen a kettő. A fejlődés folyamán oda jutottunk, hogy tulajdonképpen Minden Szentek már a halottak napjának a vigíliája, az előestéje lett az időben, de úgy tűnik, hogy ma sem választják szorosan szét. Van, aki mind a két nap kimegy a temetőbe a szeretteihez. Tehát mind a két nap ugye ennek az ünnepnek a jegyébe telli. Na most vannak olyan tájak, ahol egyébként erre a napra mondjuk Minden Szentek estéjére ugye levest, ennivalót főznek, és oda készítik a konyhába az asztalra, mert azt tartják, hogy ilyenkor az jönnek a halottjaink, és hogy tudjanak valamit enni, hogy vendégül lássák őket. A halotti etetésről is olvastam, ez is nagyon érdekes, erről beszélhetnénk még néhány szót. Hogyne, természetesen vannak olyan népcsoportok, tájegységek, ahol még a temetőbe is kiviszik az ennivalót. Hát ha nem akarok messze menni, talán az utóbbi időben a médiában is, ugye többfelé láttuk a roma kisebbségnek a temetéseit, ahol ugye szinte házformát alakítanak ki a kriptába, és oda minden használati eszközt magával visz az elhunyt, és természetesen táplálékot is tesznek mellé. Ennek a halott etetésnek egyébként nagyon komoly történeti hagyományai vannak, hisz utalok megint csak a régész kollégáimra, akik ugye a sírokból ételmaradékot is természetesen különböző magokat és egyéb ételmaradékot is föltártak. De ez is erre utal egyébként. Milyen néphiedelmek kapcsolódtak még a halottak napjához? Kimondottan a halottak napjához külön néphiedelem nincs. Azért azt kell elmondani, hogy igazán ennek a két napnak nincs népszokás jellege. Ez inkább egyházi ünnepként jelent meg a magyar parasztság életében is. Ez még talán kényszerítő erejű volt, így, mintha népszokásként alakul ki. Külön ehhez a naphoz még időjárás, jósló, ténykedés, meg egyebet se tudnék. Valamennyi kicsi van a Minden Szentekkel kapcsolatosan, főleg a pásztorok, a birkákból jósolnak az időjárás arról, hogy milyen kemény tél lesz, meg egyéb, de ez a két naphoz igazán ilyenek nem kapcsolódnak. Ugye a halottak napja a római katolikus egyházban az összes meghalt hívő emléknapja. Más egyházakban hogy van ez? Tulajdonképpen más egyházak is ugyanezt ünneplik. Vagy a Minden Szentek napján, vagy a halottak napján. Sőt, ha ezt nézzük, a protestáns egyházaknál még az október 31-e is nagy ünnep, hogy ez a reformációnak az emlékünnepe, és Luther Márton ekkor helyezte ki pontjait a Wittenbergi templomba, és gyakorlatilag ott ez a három nap teljesen összekapcsolódik a református és az evangélikus hitnél.
Tehát még 3 napra húzódnak szét ezek a szokások. Ugye indul a reformáció ünnepével, minden szentek és halottak napja. Tehát gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy a keresztény felekezetek között mindegyikében megvan, és mindegyikének hasonló jelentése van. Na most visszatérve még talán erre a szokás, mert ezt inkább szokásnak lehet még mondani, hogy a gyertyagyújtás, a virágvitel, a sírokra. A gyertyagyújtás kimondottan elsősorban a római katolikus és a görög katolikusoknál található meg. A reformátusok nem gyújtanak gyertyát a halottaiknál, ők virággal és csendesen emlékeznek meg a sír mellett. A modernkor nyugati társadalmában a halállal kapcsolatos egyéni és társadalmi szintű elhárítások azért, valljuk be őszintén, felerősödtek. Minek tudható be ez vajon? Hát egyrészt annak tudható be, a társadalmi történelmi fejlődésnek, hogy úgy mondjam, ugye a 21. században odaig eljutottunk már, hogy teljesen személytelenné válik ez a halálozás, amiről én beszéltem, mert mintha messziről értesülnénk csak róla. És nem látjuk a halottunknak, nem a szenvedésre gondolok, mert nem szenved mindenki. Van, aki ugye szép csöndesen hunyt el, és gyakorlatilag azt a megváltást, ami ugye ezzel elkövetkezik. Hisz ez egy természetes, emberi folyamata, halál is, ez az élethez hozzátartozik. De talán teljesen más a szemléletünk ma a halálhoz, mint korábban volt. Korábban is utaltam erre, ugye, hogy annak idején a ravatal mellé odaengedték a gyereket. Ma egy kicsit a halál az távol áll tőlünk, és nem is szeretnénk róla tudomást venni. Igen, valóban így van, mert ma, és ez mondom, hogy fejlődés eredménye is lehet, és az életmódbeli változás eredménye is, ugye a nagy család fölbomlott, tehát manapság sokszor már ott tartunk, hogy a dédunokák nem ismerik a dédmamát, vagy évente egyszer, ha találkoznak. Amíg ugye a 3-4 generáció ott volt, addig együtt nőtek, meg együtt éltek. Hát engem is annak idején a déd nagyanyám nevelt föl, mert a szülők, nagyszülők állandóan a földeken dolgoztak, és ő volt otthon, ugye, mint legidősebb azt mondja, ő főzött, ő intézett bennünket, sőt, én sokáig vele egy szobába aludtam. Úgyhogy ez annyira természetes volt abban az időben. Ma már az a természetes, hogy egy kisgyereknek ugye külön szobája van, már a születésétől kezdve. És nem, a családi közeg hiányzik. És a másik pedig az, hogy megint csak, nem is csak a családi közeg, ez is, hanem az, hogy teljesen személytelenné vált így a halál, hogy nem a családi környezetbe is, nem egymás közösségébe történik meg. És ez tulajdonképpen talán azt lehetne mondani, hogy nem jó igazán. És talán azt is elmondhatjuk, hogy többet tudunk ma már a halálról, tehát gondoljunk csak az orvostudományra, ami szintén befolyásolhatja a hiedelmeknek az elmaradozását. Hát többet tudunk a halálról, de még mindig nem eleget, hogy úgy mondjam, mert azért még mindig van, amit nem tudunk, és amit soha nem fogunk megtudni, véleményem szerint. Örülünk, hogy ennyit fejlődtünk valóban, és hogy sok embert akár még a halálból is vissza lehet hozni, és nem véletlen ez a sok halál közeli élmény, amit ugye kötetekbe olvashatunk ma már. Nagyon érdekesek, én is elolvasom mindegyiket mindig, ha ilyennel találkozom, de én mégis azt mondom, hogy az volt az emberi. Ezt ilyen elidegenedett dolognak érzem én. Amikor már tényleg az ember attól fél, hogy jön a halál közeli dolog, és hát inkább ne, hát ez csak tudunk rajta segíteni, mert 21. század, holott nem. Balázs Kovács Sándor, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Kedves nézőink, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Emlékezzenek, viszontlátásra.